Hát gondold végig, azt nyomja a média, hogy te alkoholizálj, vagy nem, folyamatosan. Minden példa az, hogy fogyassz alkoholt. Érted? Kismillió üdítő reklámot látsz a tévében, a tévét, meg egyéb helyeken is tele van üdítő reklámmal, érted? Mára, mióta az eszemet tudom, léteznek üdítőt, akkor csinálták, az 60-as években csinálták az első üdítőket, úgy hívták, hogy Bambi meg Utas. Igen. Így van. Így van. És azok voltak itt az első üd, és az embereket szépen kezdték el rászoktatni. Itt van példának ugye az ásványvíz, de az a fajta ásványvíz, amelyik szénsavas. Tehát nem a szénsavmentes, hanem a szénsavas. De most ugye a szénsavas víz sem tiszta víz. Ami azt jelenti, hogy abból is nehezebb kivonni a H2O-t, mert abban van CO2 is. Érted? És a CO2-t ki kell büfögnöd, tudod? Tehát ki kell választani a CO2-t, hogy utána a H2O-t tudja hasznosítani. És ráadásul itt ez a fránya H2O-nál, mondjuk ha ásványvizet fogyaszt valaki, akkor nem tudom mennyire szokta nézni, hogy mit tartalmaz az az ásványvíz. Mit tartalmaz? Hát minél több olyan anyagot tartalmaz, ami nem H2O, annál nehezebb a szervezetnek kivonni belőle a H2O-t. Világos voltam? Tehát minél tisztább az a víz, minél több egy vízben a H2O a szervezetnek, annál könnyebb kivonni belőle a H2O-t. Világos ez? Vannak olyan tanítók, akik például azt tanítják, hogy desztillált vizet igyál. Semmi gond nincs ezzel, tényleg nincs, mert az abba ugye elég nagy mennyiségű a H2O, és ugye miért mondják, hogy ne? Azért, mert egyéb anyag nincs benne. De én úgy gondolom, hogy az egyéb anyagot nem a vízből kellene alapvetően bevinni, hanem a táplálékból, nem? Hát mert a táplálékból beviszed az egyéb anyagot, mik ezek az egyéb anyagok? Hát ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, ásványi aminosavak, tehát ezt alapvetően ugye a tápanyagokból kellene bevinni, nem a vízből. Persze a vízbe is van, de mondom még egyszer, minél több egy vízben az egyéb anyag, annál nehezebb kivonni belőle a H2O-t tisztán. Világos ez? Tehát a szervezetednek ahhoz, hogy a 70% víztartalom meglegyen, az H2-re óra van szüksége. Mi baj van, hogyha nem elég a H2O a szervezetedben? Hát például akkor ilyenek vannak, hogy besűrűsödik a véred. Ha besűrűsödik a véred, akkor annak komoly problémái lehetnek. Például olyan, hogy megnövekedik a vérnyomás. A vérnyomása az embernek megnövekszik, mert nagyobb nyomást kell pumpálni, tehát minél sűrűbb egy folyadék, ez is tisztán fizika tanultuk, minél sűrűbb egy folyadék, annál nagyobb nyomással kell azt átnyomni a csöveken. Logikus, minél hígabb az a folyadék, annál könnyebben átáramlik a csövön, tehát nem kell hozzá akkora nyomás. Ugye mik a csövek? Hát az ereink. Szóval a lényeg az, hogy az emberek nagy része azt mondja, ó, hát én iszok. Aha, de mit? De mit? Direkt kipróbáltam. Tehát, hogyha én alapvetően törekszem arra, hogy tiszta vizet iszok, igyak.
Ennek az a hátulütője, hogy gyorsan dolgozza fel a szervezet, a tiszta vizet, ezáltal hamarabb kell menni pisilni. Sőt, sűrűbben kell menni pisilni. Érted? Mert sokkal gyorsabban dolgozza fel. Kipróbáltam, hogy mondjuk csináltam, egy liter levest megettem, de szó szerint egy liter levest, szépen kanalazva. Megettem egy liter, és vártam, hogy mennyi idő múlva pisilok. Tényleg? Ha egy liter vizet megittam, érted? Akkor 20 perc múlva mehettem pisilni, érted? Tiszta vizet. A liter levestől nem is kellett pisilnom. Érted? Csak szépen lassan, mit tudom, hogy egy óra múlva, vagy kettő óra múlva, vagy nem is tudom, vagy három óra múlva, de nem volt feltűnő. Érted? Most ugyanez, ha megnézed, fogják, nekiállnak az emberek sörözni. Oké? Bár abban van ilyen vízhajtó, így van, ami azt jelenti, hogy mit hajt ki? A H2O-t. Kiváló ital, mert kihajtja belőled a H2O-t. Én csak úgy mutatom. Érted? Szóval hihetetlen, hogy milyen tudatlanok az emberek, vagy mennyire átmanipulálták őket. Mert régen mit csináltak az emberek? Hát igen, fogták, és ott volt a bádog. Mi a bádog? Ugye az a lemezbögre. Tudod, lemezből lévő bögre, és akkor itták a vizet nyakra főre. Ott volt a vödör, és akkor itták a jó hideg kútvizet. És ha megmelegedett, akkor hoztak másikat. Érted? És rendszeresen sok vizet ittak. Manapság mit csinálnak helyette? Mindenfélét isznak, csak éppen vizet nem. Na most azért ugye megkérdezném, hogy ugye alapvető szükségletünk az, hogy megfelelő vízhez, tehát H2O-hoz jussunk, megfelelő tápanyaghoz jussunk, és megfelelő levegőhöz jussunk, nem? Ami azt jelenti, hogy ez nem éppen átmenne a mérés szűrőmérésen, érted? Hanem azért a jobb minőségnek kéne lenni, nem? Tehát a H2O-nak is, meg a tápanyagnak is, meg a levegőnek is, nem? Tehát nem a határértékről van szó, hogy a határértéken mozogjon ez a dolog. Ha nem ha határértéken van, akkor ez nem túlélés ellenes, csak úgy véletlenül. Tehát hogyha például ugye azon túlmenően, hogy besűrűsödik a vér, mi a egyéb következmény? Hát kiváló lehetőség arra, hogy az agy kapacitását az embereknek lecsökkentsék. Mert ahhoz, hogy az agy jól dolgozzon, ahhoz sok vízre van szükség. Érted? Ha az agy elkezd kiszáradni, akkor nem tudom, láttál-e már idős embereket, akik nagyon kevés folyadékot isznak, és demenciát mutatnak emiatt. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan kommunikációjuk van, hogy te azt mondod erre, hogy na, ennek elment az esze. Tehát gyakorlatilag a kevés H2O miatt az emberek nagyon jó, mert elmegy tőle az eszük. Tényleg. És hála Istennek, akkor lenti isteneknek, hála lenti isteneknek, érted? Akkor nem kell gondolkodni az embereknek. Világos ez? És akkor ezt támogatják, hogy minél már felnőttként is a vízhiány következtében ilyen demenciás tüneteket mutassanak. Én erre példákat tudnék mondani, hagyd ne soroljam föl. Az, hogy fogyasztott vizet, nem volt demens, nem fogyasztott vizet, demens lett. Infúziót kapott, abba hagyta a demenséget, amint elkezdett kiszáradni, rögtön demens volt. Világos ez? És most azáltal, hogy mindent isznak az emberek, csak éppen H2O-t nem, vagy legalábbis alig van benne H2O, ezáltal ne csodálkozzunk, hogy hűlnek az emberek, szó szerint. Elhűlnek. Oké, és akkor nézzük tovább, mi még a következmény. Tehát a különböző szerveink között,
és az agyunk között, hogy helyes legyen a működés, ugyanis az összes szerv működését az agyunk vezérli. Ebben azért legyünk tisztában. Tehát a szerveink nem magától működnek, hanem az agyunktól. Ezért, hogyha az agyadat leállítják, az összes szerv leáll. Ilyen egyszerű. Érted? Tehát nagyon egyszerű a bizonyíték erre. Amint az agyad leállítják, a szerveid is rögtön állnak lefele. Tehát az agy az, ami működteti a szerveket. Tehát az szabályozza, hogy mit tudom, mennyit dobogjon a szíved, mindent. Érted? Hogyan válasszon ki a veséd, hogyan lélegez, érted? Jó, azt tudod szabályozni is, de alapvetően mindent, az erek hogyan áramoljanak, az erekben hogyan áramoljanak a vér, stb. Stb. Érted? Tehát ez gyakorlatilag az agy működése. Na most, de hogy kapcsolat legyen a kettő között, a szerv és az agy között, a víz megfelelő mennyisége elengedhetetlen. Világos voltam? Ami azt jelenti, hogyha kevés a H2O a szervezetben, kevesebb, mint kéne, akkor a szervek elkezdenek időnként nem kapcsolatban lenni az aggyal. És ezáltal elvesztik a stabil működésüket, és instabillá válik bizonyos szerveknek a működése. Jó, akkor menjünk tovább. Van egy másik dolog, ugye azt is tudjuk még, hogy egy élő szervezetben még a csontban is víz van. Még a csontban is van víz. Jó, tehát még abban is van víz. Hát ha meg hal és kiszárad, akkor onnantól kezdve már természetesen nincs. Tehát egy csontot kiszárítod, akkor látod mi különbség, hát egy csirka csontot fogsz, és még hajlik, érted? És utána kiszárítod, és már nem hajlik. Világos? Tehát például az, hogy milyen törékeny valakinek a csontja, milyen könnyen törik, vagy esetleg hajlékony, a víz egy nagyon fontos tényező. Világos? Ez akkor nézzük tovább. Ízületek. Oké? Az összes ízületnek vízre van szüksége, hogy kenőanyagot tudjon létrehozni. Érted? És elcsusszanak egymáson a felületek. És ezáltal, hogy az ízületekben nagy mennyiségű víz van, mondom, nagy mennyiségű víz van, a víz csökkenésével a térfogata csökken az ízületednek. És ha a térfogata csökken az ízületnek, ez azt jelenti, hogy itt van mondjuk egy csukló, tehát bárhol, ahol csukló mozgásod van, akkor ugye itt van a felületen az ízület, tehát a porc, itt van a másik felületen ezen a porc, és a két porc szépen csúszik egymáson. De amint a térfogata annak a porcnak csökken azáltal, hogy kevesebb benne a víz, elkezdenek összeérni azok a dolgok, amiknek nem kéne összeérni. Például ugye a porcokban vannak idegek. Az idegek elkezdenek dörzsölődni. És hatalmas fájdalmat generál a dörzsölődés. Oké? Tehát mikor egy idegszál hozzáér valami, aminek nem kéne, akkor az igen fájdalmas tud lenni. Jó, tehát ami annyit jelent, hogy gondold végig, hogy mennyire manipulálják az embereket, mert például az egészség, illetve nem az egészség, bocsánat, a betegség az a világon nagyobb üzlet, mint bármi más. Tehát a nagyobb üzlet, mint a fegyver. Képzeld el, nagyobb üzlet, mint a kábítószer. Tehát a világon a legnagyobb üzlet a betegség. Érted? Tehát a háborúk azok nem tudnak akkora pénzt hozni, mint a betegségek. És ha az emberek minél betegebbek, annál nagyobb üzlet bizonyos embereknek. Világos ez?